Javában zajlik a szüret a Bácskos udvarvi kocsis család málnásában. A munkában a család apraja nagyja részt vesz. Én nekem nem nehéz munka, mivel nem kell cipekedni, nem kell mindent állva kell csinálni. Ez ilyen majdnem azt mondhatom, hogy jobban idősebbeknek való, fiataloknak is, de én ezt csupa szeretetből csinálom. A málna felvásárlási ára országos szinten alacsony. A szerbiai termelők 160, míg a vajdasági termelők csupán 120 dináros áron tudják értékesíteni a termést. Hűtőház híján a szerbiai hűtőházakba szállítják a termelők a piros aranyat. Ízre van olyan, viszont kinézete nincs olyan. És elfogadnám én is azt, hogy kisebb az ára, viszont hogy ekkora különbség van, az irreális. Magyarázzák ők, nem hivatalos erről, amiket hallok, magyarázzák ők, hogy rendben van, nekünk a málnát le kell szállítani Szerbiába, azokba a hűtőházakba, viszont is nekünk fizetni kell a költségeket, azért kapunk mi 120-at, de viszont a 40 dináros árkülönbség akár szállítással is, akár azt mondjuk, hogy gyengébb minőségű, én szerintem nagy. Kocsisék a málna termés 40%-át maguk dolgozzák fel és értékesítik, így talán nem lesz olyan veszteséges az év. Dzsemet, szirupot és likört készítenek a málnából, melyek a helyi termék védjegyet is megkapták. Most már, ahogy mi már második éve készítjük ezeket a termékeket, mind jobban megismerik, és egyre jobban keresik. Hívnak bennünket kiállításokra is, népszerűek a termékeink is, és maga a leszedett málna is. A rendkívüli hőség nagy károkat tett a málna ültetvényben, emiatt közel 40%-os a hozamkiesés kocsiséknál, így az idén csupán másfél tonnát takaríthatnak be.